Hugo egyébként úgy érkezik, hogy részt vesz azon a gálán, amin a Ferenci Gyüriék vannak, illetve a Csokonai estjére is sor kerülnek a zenéjét Szirtes Edina Mókus csinált, és egy vonós négyes kíséri a Hobót. A Hagyományok Háza igazgató urat szeretettel köszöntöm, felszállt a Páva gyerekszereplőivel, Táncháza Agócs Gergelyel mutatkozik be. A Filharmonia Magyarország, ahogy erről szó volt a templomba, adnak koncertet ilyen Varnuszavér, jön Boros Misi, Grius Vili, Kaposvári Egyetem színész hallgatói koncertjére is sor kerül, és Vigyánszki Attila Nemzeti Színház főigazgatója, rendezője pedig mesterségben mutatót tart majd. Mindez a Kémesi Művelődési Otthonban jön, a Pécsi Janus Pannonius Egyetemi Színpad, jön a Márkusz Színház Pécsről, Mágocsi Színjátszó, Karzat Színház, Pannon Gyerekkar Pécsről, Baranya megyei zeneiskolások és a Virtuóz, 2016-os Virtuózok. Megjelenik a Pécsi Balett, nyilvános balett órát és balett mesterség bemutatót fognak tartani. Tésenfai Művelődési Házba, de ugyanígy a táncművészetben jön a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola balettanszéke is, és még egy flamenco este is sor kerül. Menjünk tovább. A három nap zenei vezetője és közvetlen munkatársam a zenei részekbe Szirtes Edina Mókus, aki úgynevezett szabad vektora lesz, mint sokan mások is ennek a fesztiválnak, tehát az úgynevezett kötelező fellépési helyszíneken kívül nagyon sok olyan randomszerű megnyilatkozásra is sor kerül majd, ami egy utcán, egy téren vagy egy házban történik. És ez teljesen rájuk lesz bízva, csak úgy, mint Sipos Mihályra és Kardos Májára, Sipos Mihály ugye a muzsikás együttesből, és ugyanígy Szőke András is a pénteki nap, szombat vagy vasárnap, illetve vasárnapi nap lesz nálunk. Úgyhogy én rögtön az Andrist, a Bandit kérdezném, és ez egy váratlan dolog, hogy kettő mondatot csinálj, mit tudsz az ormánságról, és mit fogsz csinálni? Hát én a hurkát tudom, tehát hogy van egy elég komoly hurka, de hosszú lenne azt most így elmesélni, hogy hogy néz ki, speciálisan készítik. Fehér hurka, ami Magyarországnak az egyik különleges, nem tudom, hogy benne van-e a hungarikumok listájában, de az egyik különleges étele. Sejtésem szerint egy kicsit kapcsolódik a késő középkorhoz. Majd, ha ott leszünk, lehet, hogy aki ott ért hozzá, lehet, hogy erről beszélgetünk. És én úgy láttam, hogy a Pista odaírta a főzést is, hát nagyon remélem, hogy amit láttam itt csodálatos helyszíneket, belső udvarokat, hogy valamit fogunk tudni közösen főzni. A másik, amit szerettem volna elmondani, hogy a Borbás Marcsi segítségével azért egyszer volt lehetőségem arra, hogy ezen a környéken dolgozzam, disznót vágjunk. Az igaz, hogy egy kicsit a határnak a túloldalán, de a történetek azok abszolút összekapcsolódnak. Tehát a hagyományos technikák, falusi technikákból láttunk ki dolgokat, és én nagyon remélem, hogy ez a mostani program, amin együtt leszünk, ez csak egy állomása lesz annak, hogy mennyi mindent nem végeztünk el, és én remélem, hogy ezek a gyöngyszemek úgy fognak kigurulni, hogy a két fesztivál között is kell így berakni ilyen téli időszaki, tavaszi időszaki történeteket, mert azt tudom, azt itt mondta a Pista, hogy tilos a kaporcsról beszélni, de jó, több mint 20 évvel ezelőtt azért ott végig küzdöttünk sok mindent, és én nagyon azt érzem, hogy valami varázslatos dolog el fog indulni egy másik különleges helyszínen, úgyhogy én ezerre ott vagyok, már most szóltam, hogy este, ha lehet, akkor valami kis sarkot adjanak már, hogy ott tudjak aludni, mert akkor korán lehet kezdeni a másnap. Köszönöm szépen! Kérem szépen, jön a Jengi Bárián, aki szintén ugye a fő harmonika művészünk, sok helyen fog fellépni. Jön a 80 tagú forrástánc együttes Szászhalombattáról, a Tanasztánc együttes Pécsről, Hagyományok Háza, erről volt szó, Bubutabát színál, Zengővárkonyiak jönnek. És ami nagyon fontos, és mehetünk egyet tovább, amit az államtitkár úr is elmondott, hogy ez a fesztivál alapvetőleg arra a filozófiára is épül, hogy megmutassuk, hogy helyben mik vannak, tehát azok az értékek valamilyen módon föltárjuk és megmutassuk az ide látogatóknak. Ilyen a két tájház, amiről már szó esett, de ugyanilyen Bozsics József, aki
ingatlannal rendelkezik, aki egyébként az arculatot teremtett, és az arculatot csinálta, és a kreatívokat csinálja, és ott lakik lent, és Molnár Zsóka szabadtéri fotóival kémességen, és most lesz egy szabadtéri kiállítás. A kiállításokra még visszatérve jön a János Palomonis Múzeum, Tóth György újraértelmezett falusi tárgyai, Sós Tibor, Hajdú Gyura, Wittmann Zsófia a falvédőkkel. Filmek. Nagyon fontosnak tartottam, amikor elképzeltük és megálmodtuk a fesztivált, hogy összegyűjtsük azokat a filmeket, dokumentumfilmeket és részben játékfilmeket, amelyek az ormánságról szólnak, az ormánság életéről vagy az ormánsággal kapcsolatos filmek. Ilyen Kovács Kristóf két filmje, a Malacca teljes és a Besence Open, Vetendi Szabó Péter járte már Budapesten, az utolsó falu Gyökér Robert, Tanner Gábor, az Ormánság senki, és ezt Kisoli András rendezte. Két játékfilm, az egyik közül Szaporcán forgatták 2014-ben, Kodolányi darabja alapján, tehát az egykéről szól, a földindulás, és megtaláltuk 1939-ből azt a filmet, Cserépi Arzén rendezte, ami ennek a könyvnek a feldolgozás. Ezt a mind a két filmet le fogjuk játszani, és szeretnénk helyt adni neki. Egyéb olyan eseményekre is sor kerül, ilyen az Ősdrába látogató központ. Kína. Kína megjelenik kémesen, meglepetésként. Nagyon érdekes, hogy hogy jött össze a dolog, tudnék, a Konfucius születésnapja a szeptember 23-án van, és én egy pécsi kínai barátomat kerestem meg, nem tudtam egyébként, hogy ez a nap, úgyhogy egy pici kínai szobákra kerül majd sor, és különféle kulturális programokra, egyrészt a Konfucius Intézet jó voltából is, jön a Magyar Társasjáték Szövetség, Krizsán egyik nemzetközi sakknagymester, a kézműves piacról beszéltem, a polgármesterek találkozóról beszéltem, és ami nagyon fontos esemény lesz, és erre még egy pillanatra visszatérünk, a Pannoni Ifjúsági Értékkör Hálózat a Kárpát-medencében, interaktív bemutatkozása, esettanulmányokat és példákat fognak hozni. De mielőtt erre sor kerülne, én kérném szépen, hogy a polgármester asszony és a polgármester úr röviden egy pár mondatot majd